szépen, össze jó étvágyat és kellemes ünnepeket kívánok. 500 adag töltött káposzta és diós csiga. Ezekkel az ételekkel várták a Vöröskereszt önkéntesei a rászorulókat Nyíregyházán. A városi önkormányzat a civil szervezetekkel együttműködve szervez meleg ételosztást az adventi időszakban. Nyíregyháza megyei város önkormányzat az idén is kiírta a civil pályázatát, az előző évekhez hasonlóan 7,5 millió összegre lehetett pályázni. Itt különböző alapítványok, egyesületek a karácsonyi időszakban, Mikulástól kezdve egészen szilveszterig rendeznek programokat, juttatnak el különböző csomagokat a rászorulókhoz, rászoruló családokhoz, hátrányos helyzetű gyermekekhez. Nyíregyházán azonban nem csak meleg ételosztással segíti a város önkormányzata a hátrányos helyzetűeket karácsonyra készülve. A 4 adventi hétvégén, vasárnapon 8 helyszínen osztanak ételt, ez mindig meleg étel is, 2000 adag kerül kiosztásra. Minden vasárnapon 2 helyszín van, igyekeztünk olyan területeket megcélozni, hogy a városlakók számára valamelyik hétvégén mindig elérhető legyen. Nyíregyházán az adventi ételosztáshoz a Vöröskereszt mellett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gasztronómiai egyesület és a Jövőkép egyesület is csatlakozott. Ők az elkövetkező vasárnapokon várják a rászorulókat meleg étellel a város különböző pontjain.